Annyira szeretem Molnár T. Eszternek azt a finom kis humorát. Nagyon régóta szerettem volna már beszélni Molnár T. Eszternek az ifjúsági sorozatáról, aminek ugye az első része volt a Stand Up, egy majdnem normális család, és a második része most már igazán egy majdnem normális család. Várható antrilógia lesz, talán nem is tudom, de nagyon kíváncsian várom a folytatást. A Stand Up-ot annak idején egy nap olvastam el, valami nagyon megszállt. A második rész egy picit tovább tartott, mert az elején egy picit nehezen rázódtam bele. Ez részben a könyv hibája, részben pedig az én olvasói válság. Egy kicsit olvasói válságban vagyok éppen, viszont a vége fele már így be, hát szerintem egy 200 oldalt, egy-két nap alatt nyomtam be, szóval azért eléggé megnyomtam a legvégét. Történetünk Magyarországon játszódik, Budapesten, és főszereplőnk Bakos Virág, aki egy gimnazista lány. Nagyon jól leírja egyébként az első könyvnek a fülszövege, a történetnek a kiinduló pontját, a családot, ezt hadd olvassam fel nektek. Akinek egy szomorú stand-upos az apja, rossz arcokkal kavar a nővére, antiszociális az öccse, nagynénye meg mindenbe beleszól, az nem véletlenül tölti a vasárnapokat egy kutyamenhelyen. Virág tehát együtt él a nővérével, az öcsével, apukájával és hát részben a nagynényével, és hát eléggé kaotikus ennek a családnak az élete. Vera éppen az érettségi előtt áll, és ugye, mint a szöveg is mondja, rossz arcokkal kavar, bele is bonyolódik olyan dolgokba, ami a regénynek a legvégén egy tetőpontot fog adni. Aztán az apuka az igazából még mindig maga alatt van a felesége elvesztése miatt. Nem azt mondom, hogy alkoholista, de alkohol problémák vannak azért itt a családban. Az öccse, Virágnak elég érdekes arc, nagyon keveset tudunk meg róla, mert legtöbbször csak annyit érzékelünk belőle, hogy nem mernek a családtagok bevenni a szobájába, mert valamit mindig nekivág annak, aki bemer menni a szobájába, és akkor van Virág ennek a káosznak a legközepén, aki igazából kezdeti tinédzser problémákkal néz szembe, mint az első szerelem, a fiú, a barátságoknak a buktatói, árulás, stb. Illetve van egy olyan osztálytársa, akivel senki nem barátkozik, és Virág majd úgy alakul a történet, hogy vele is elkezd így jobban megismerkedni, és ez nagyon sok mindent megváltoztat. Amit rettenetesen nagyon szeretek ebbe a sorozatba, hogy minden szereplő valahogy annyira eleven számomra, hogy már az első oldalattól kezdve otthonosan érzem magam a könyvlapjai között. Szinte látom magam előtt Verát kiviharozni egy szobából, látom, ahogy Misu gubba ezt a számítógép előtt, látom, ahogy az apjuk próbál vicces jeleneteket írni, és látom az osztálytársait is elég elevenen Virágnak, úgyhogy én nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy valahogy a szereplők nagyon egyediek, és nagyon jól meg vannak jelenítve. És nem azt mondom, hogy olyan mély karakterleírások vannak, de valahogy annyira jól eltalálja Molnár T. Eszter a bemutatásukat, hogy így nagyon rögtön elevenek. Nekem nagyon-nagyon tetszett a regénynek a stílusa, abszolút érezhető, hogy fiataloknak van írva, és bár én már nem ez az ennyire fiatal kategóriába tartozok, de szerintem nagyon mai a nyelvezete és fiatalos, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Ezen kívül pedig Molnár T. Eszter, hogy mindig olyan finoman rejti el ezeket az ilyen kis humorforrásokat a kötetbe. Egyrészt Virág is eléggé komikus figura, néha így stand-up-ol a barátai előtt. Hát igen, az apjától mégiscsak örökölt valamit. De nem tudom, vannak olyan részek, amik annyira könnyen megmosolyogtatnak, és az, amit én igazán szeretek ebbe a sorozatban. Azon kívül, hogy mindig történik valami Bakos Virág körül. A második kötetről is akartam egy picit beszélni. Az eleje egy picit nehezen indult be, mint ahogy már azt így megemlegettem a videóban, de aztán, amikor így abszolút elkapott az egésznek a fonala, hogy most éppen mi történik, igazából folytatódik az első kötet. Nagyon pici idő maradt ki a két kötet között, ez részben meg is van magyarázva egyébként a regénybe, és nagyon érdekes, hogy így folyamatosan tudunk meg apróságokat, ami a két kötet között történik a szereplőinkkel. Megint van egy kis izgalom, megint van egy kis rejtély, ami végviszi a történetet. Én azt mondanám, hogy ebbe a kötetben nagyon nagy fókuszt kapott az, hogy Virágnak milyen a kapcsolata a többi szereplő fele. Lili felé, aki az egyik legjobb barátnője, a fiúk felé, az osztálytársai felé, a nővére felé, az öcse felé, az apja felé, az apjának a majdnem barátnője felé, Helga néni felé, akik az épületben élnek. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez kapott fókuszt, és emiatt nagyon érdekessé vált számomra az olvasás. Molnár T. Eszternek a regényeit én igazából mindenkinek láthatatlanba is elkezdtem már ajánlgatni, még nem olvastam a nemrég megjelent krimiét, de már volt
volt olyan ismerősöm, akinek így írtam, hogy olvasd el, mert biztos nagyon jó. Ezt a sorozatot is nagyon szívesen ajánlom. A könyv alapvetően úgy van kategorizálva, hogy 12 évtől felfele, és én is igazából leginkább ennek a korosztálynak ajánlom, de az idősebb generációnak is érdekes olvasás lehet, én például nagyon-nagyon élveztem. És aki még nem feledkezett erről, van a Tilos az Ánnál egy másik sorozat, ez pedig Szirmai Ágnesnek a Szerelemre kasztingolva című könyve. Ha szerettétek Szirmai Ágnes kötetét, akkor tegyetek egy próbát a stand-up-al, mert szerintem ezt is nagyon fogjátok szeretni. Köszönöm szépen a Tilos az Ánnak, hogy megkaphattam a stand-up első és második részét, és köszönöm szépen nektek is, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan dobáljátok meg lent a komment szekcióba, vagy Facebookon, olyan Instagramon és Twitteren. Legyetek jók, olvassatok sokat, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!